Bajnoki címvédő futsal csapatunk az alapszakaszt követően a rájátszásban is megszerezte az elsőséget, majd következett a kupa címvédés. Most pedig már el is érkeztünk a szezon legizgalmasabb részéhez, a három győzelemig tartó párharchoz a bajnoki aranyért. Csapatunk az elmúlt időszak minden játék percét, minden edzését a döntőre való felkészülésre használta fel. Válogatott kiválóságunk úgy gondolja, hogy mindenki várja már, hogy a legjobbját nyújthassa a finálé összecsapásain. Én úgy gondolom, hogy ezt a két mérkőzést, ami a kupa után volt, teljes mértékben fel tudtuk használni a, úgymond a döntőre. Ugye most így kimondhatom, már két hete a döntőre készülünk. Hál' Istennek úgymond ilyen tét nélküli meccset is komolyan vett mind a kettőt a csapat, és maga biztosan megnyerte mind a kettőt. Bízom benne, hogy mindenki a 100%-ot fog tudni nyújtani csütörtökön, és győzelemmel kezdjük a döntő párharcokat. Kiélezett csatákra számít mesterünk, ahol fontos szerepe lesz a futszál minden fortéjának, valamint a mentális erőnek, amelynek mind egyénileg, mind csapatként dominálnia kell a párharcok minden percében. Amikor a bíró és kezdünk a döntő, akkor ott beteszünk minden, együtt leszünk, és benne biztos vagyok, hogy sokat kell harcolni, és remélem, hogy mutatunk a gyatakot, amit csináltunk egész év, és ez végén tudunk ünnepelni a három győztes után, de persze van egy nagyon erős ellenfél, és nagyon, nagyon remélem, hogy a nehezebb pillanatban a döntőben, mert biztos, hogy lesz, dominálunk, ezt együtt megoldjuk. A sportcsarnok szurkolóira is pontos szerep hárul majd. Rutai Balázs bízik benne, hogy minden egyes percben csapattagként számíthatunk rájuk. Nagyon reméljük, hogy tényleg tehetház lesz, nagyon jó hangulat, és annyit kérek, vagy kérünk tőlük, hogy hajtsanak minket bele a győzelembe. A bajnoki döntő első felvonása május 25-én csütörtökön 19 órától kezdődik a Haladás Sportkomplexumban. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport. Hajrá, Hali!